Városszerte kátyúznak és folytatják a teljes útjavítást az Arany János, Kloska és Fogarasi Mihály utcákban. Meghosszabbította együttműködését Hargita és Bács-Kiskun megye önkormányzata, ennek köszönhetően folytatódik az egészségügyi szűrőprogram. Létrejött a Mindenki könyves polca, innen bárki elvihet, kölcsönvehet a kötetekből, vagy ugyanígy bárki felajánlhat egy-egy kötetet a könyves polcra. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, ha tehetik, tartsanak velünk. A járdaépítés mellett a megszokott kátyúzással folytatódnak a munkálatok Gyergyószent Miklóson, az időjárási viszonyok függvényében ezt pünkösdig szeretnék befejezni. A teljes útjavítást az Arany János, Kloska és Fogarasi Mihály utcákban tavaly novemberben kezdték el. Az ott élők azóta sok kellemetlenséget kell elszenvedjenek. A városvezetés továbbra is a türelmüket kéri, hiszen a beruházás befejezésére még várni kell. Múlt héten elkezdődött a kátyúzás a városban minden olyan aszfalttal borított részen, ahol gödrök keletkeztek, igyekeznek azokat betömni, járhatóvá tenni. Az ígéretek szerint a lakónegyedekben és a teherforgalmi útszakaszon is, amely jelenleg nagyon rossz állapotban van, folyamatban vannak a kátyúzások. A prioritások között a Kossuth-Lajos állomás gyilkostó sugárút szerepel, a későbbiekben pedig a zöldségpiacon is az asztalok közötti részen vékony aszfalt réteget húznak. Tudni kell, ezt hasonlóan a korábbi évekhez. Idén is a szilárd aszfaltburkolattal ellátott utcáinkat kátyúzással fogjuk feljavítani. Ez érinti minden olyan útszakaszt a város területén, amely aszfalttal van ellátva, aszfaltburkolatot tartalmaz. Viszont tudni kell azt is, hogy ezt egy bizonyos ütemrend szerint végezzük. Egyedüli egy fontos célunk van az, hogy a búcsúig, a csíksomlyói búcsúig be tudjuk fejezni. Természetesen ezt a vállalást a kivitelező tette meg irányunkban. Mi nagyon azon is vagyunk, hogy ezt a vállalást érvényesítésre tudjuk juttatni, de abban az esetben, hogyha az időjárás nem engedi, akkor sajnos tolódni fog a munkálatnak a kivitelezési határideje. Tudni kell azt, hogy nagyon sokan megkeresnek azzal, hogy a testvériség sugárút virág negyedi szakaszán az útfelületre nagyon ráférne egy egységes aszfaltburkolat. Mi is tudunk róla, hogy nem ő az útfelület, és szándékunk is van arra, hogy ezt megtegyük, viszont nem tudjuk ezt megtenni felelőtlenül, hiszen azt kell tudni, hogy ezen az útszakaszon még a vízvezetés kapcsán több mint 10-10 fölötti átvágás fog elvégződni az idén, és majd ezt követően lehet ott egységes aszfaltburkolatban gondolkodni. Tavaly novemberben kezdték el a munkálatokat a Fogarasi Mihály, Kloska és Arany János utcában. Itt teljes útjavítás lesz esővíz elvezetéssel, járda kialakítással. A brassói kivitelező 2017. december 20-áig kell befejezze a munkálatokat, melynek összértéke meghaladja a 2.390.000 lejt. A Fogarasi Mihály utcában 215 méter hosszúságban, 6 méter széles szakaszon dolgoznak, az Arany János utcában 235 méter hosszan, 6 méter szélességben lesz új burkolat, emellett a Kloska utcában is teljes útjavítás történik. Elkezdtük a teljes útrehabilitálást az Arany János, Kloska és Fogarasi Mihály utcákban. A munkálatok során, úgy, ahogy ezt korábban is tettük, elnézést kérjük az ott lakóknak, hiszen minden építkezés kellemetlensége jár, fel vannak túrva az utak, sár van, gödör van, de biztosítjuk a lakókat afelől, hogy hamarosan egységes útburkolat, útfelület lesz kialakítva, és nem csak az autós forgalom számára, hanem a gyalogos forgalom számára is. A lakosság részéről több panasz is érkezett, többek között a Tűzoltó utcai járda kapcsán, sokan nem értik, miért ilyen nagy a szintkülönbség a szegők és az utca között. Elhangzott, hogy az ott élők közül, aki kérte, a kapubejárat felüli részt leengedték, hogy könnyebb legyen a bejárás gépjárművel. Ezért az utca felüli oldalon töltés kerül ide abból az anyagból, amit a járdaburkolat alatt használtak. Az utca déli részén addig nem tudják folytatni az aszfaltburkolat letételét, amíg a szolgáltató nem távolítja el a volt romtelekomos oszlopokat. Mivel zöldövezetet alakítanak ki a járda mellett, ennek letakarítása már megtörtént, és a szintkülönbség ettől is növekedett, de amint elkészül ez a rész, az ígéretek szerint megoldódik a kellemetlenség.
Jog, nem kiváltság az, hogy a 14 évnél kisebb gyermekekkel együtt a szülő is befeküdjön a kórházba, figyelmeztet az Egészségügyi és a Munkaügyi Minisztérium. Közleményük szerint a törvényes előírások megszegése a jogszabály rendelkezéseinek megfelelően büntethető. A minisztériumi rendelet megállapítja, kérés esetén a beutalás teljes ideje alatt ott lehet annak a gyermeknek az egyik szülője, aki az intenzív terápiaosztályon fekszik. Ugyanakkor kérésre a 14 évesnél kisebb gyermekek esetében állandóan ott lehet az egyik szülő, bármely kórházi osztályon. Ez nagyobbak esetében is lehetséges az illető osztályvezető beleegyezésével. Az egészségügyi szűrőprogram 10 éves jubileumát ünnepelték Hargita megye tanácsa Székely-Varságon tartott rendkívüli ülésén tegnap. A Bács-Kiskun és Hargita megye közti kiváló testvérkapcsolat révén a Kecskeméti Kórház munkatársai eddig összesen 10 alkalommal végeztek szűrővizsgálatot Hargita megyében, jelenleg Székely-Varságon vizsgálnak. A tanácsülésen szándéknyilatkozatot írtak alá, amely az együttműködés folytatását jelenti. Tanácsülés tartott május 10-én Hargita megye tanácsa, az eseményen jelen voltak a kecskeméti szakemberek is. Az ülés elején a helyi néptánccsoport előadását tekinthették meg a jelenlévők, az eseményen pedig fellépett a Hargita Székely Népi Együttes is. A tanácsülésen jelenlévő Bács-Kiskun megyei orvosok voltak azok, akik sokat segítettek azzal, hogy útbaigazították a betegeket, milyen szakorvoshoz forduljanak, mivel sok településen ritkán adódik erre lehetőség a nagy távolságok és az elszigeteltség miatt. Mindemellett számos alkalommal fedeztek fel olyan betegségeket, amelyeket még idejében kezelni lehetett. Az ülésen a két megye elöljárói elfogadtak egy szándéknyilatkozatot az együttműködés meghosszabbításáról újabb 10 évre. Ez egyben az egészségügyi szűrőprogram folytatását jelenti. Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke beszédében elmondta, a kecskeméti orvoscsoporttal járt Varságon először, azóta az orvosok közül sokan házat építettek a településen, és a kecskemétiek java már járt itt. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatója felszólalásában kitért arra, hogy egy új szűrőkamiont helyeznének üzembe az egészségügyi programban, amely egy nagyon modern, 16 szelepes CT-vel rendelkezik. Móca György, a Bács-Kiskun megyei kórház Kalocsai Szentkereszt kórház vezetője azt mondta, önzetlenül, szeretettel végezték az elmúlt 10 évben a szűrővizsgálatot. Az elmúlt 10 év az arról szólt, hogy 10 különböző településen vettünk részt, Hargita megyében, ahol valójában nem egészségügyi szűrővizsgálatot, hanem egészségügyi szakorvosi vizsgálatot végeztünk. És ez azért is fontos, mert gyakorlatilag olyan embereknek adtunk lehetőséget, hogy szakorvosi ellátásban részesüljenek, akik egyébként nem biztos, hogy el tudtak volna jutni megfelelő szakorvosi ellátásba. Az aláírás az azt jelenti, hogy tovább tudjuk ezt a munkát folytatni, hogy meddig azt nyilván előre megmondani nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy akik részt vettek ebben a munkában, azokban megfogalmazódott ugyanez az elszántság, ugyanaz az akarat, hogy addig, amíg az erejük és lelkük bírja, csinálni fogjuk. Borbolj Csaba köszöntőjében arról beszélt, hogy a testvértelepülési, testvérmegyei kapcsolatoknak számos pozitív hozadékuk van térségünkben. Azt lehet látni az elmúlt 25 évben a testvérmegyei, testvértelepülési kapcsolatok egyre inkább mély tartalommal kerültek megtöltésre, és az élet sajátos, nehéz pillanataiban jó megoldásokat szolgáltak. Hát egy ilyen lehetetlen helyzet volt a Hargita megyében is a 2005 évi árvizek, és akkor jött az ötlet, hogy elinduljon a testvérmegyei kapcsolat keretében ez az orvosi szűrőprogram, és azóta közel 20 ezer Hargita megyei ember talán értesülhetett arról, hogy nincs különösebben semmi gondja, semmi betegsége, de azok, akiknek időben sikerült felfedezni a gondjaikat, a bajaikat, a lehetséges, kibontakozó betegségeket, azok azt gondolom, hogy sokat nyertek, akár életet is nyerhettek.
A szándéknyilatkozat aláírását követően Borbély Csaba emlékplakettet adott át Rideg Lászlónak, Svébis Mihálynak, Móca Györgynek, továbbá azon Hargita megyei intézmények jelenlévő képviselőinek, akik hozzájárultak az egészségügyi szűrőprogram megvalósításához, Tar Gyöngyinek, a megyei közegészségügyi igazgatóság, valamint Birta Mária, a csíkszeredai Louis Pasteur egészségügyi posztlíceum vezetőjének. Idén 24. alkalommal szervezi meg a Bolyai Nyári Akadémiát a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A meghirdetett továbbképzés sorozat átfogó témája a modern pedagógus, megváltozott szerepek és készségek, a változás módszerei. Az akadémia munkálatai 19 szekcióban, 12 helyiségben és 36 helyszínen zajlanak majd. A képzésekre a Kárpát-medencei magyar oktatási rendszerben dolgozó, szakképzett pedagógusok jelentkezhetnek június 10-ig a szervezet honlapján. Az RMPS koordinálja továbbá a Kárpát-medencei magyar pedagógusok számára meghirdetett magyarországi továbbképzési programokat is, valamint részt vesz a diákok számára meghirdetett Erzsébet tábor megszervezésében. A Magyar Polgári Párt polgármester jelöltje Nagy Zoltán választási etikai kódex aláírását kezdeményezte a június 5-i helyhatósági választás tisztasága, a kampány etikus lebonyolítása, a gyergyószentmiklósi választópolgárok pontos és valósághű tájékoztatása, valamint a demokratikus intézményekbe vetett bizalmának erősítése érdekében. A kódex aláírására a helyhatósági választáson résztvevő pártokat, jelölteket hívták meg. Ma délben a Magyar Polgári Párt, az Erdélyi Magyar Néppárt, a Nemzeti Liberális Párt és az ALDE képviselői aláírták a választási etikai kódexet, melyben többek között kötelezik magukat arra, hogy kampányuk során saját választási programjuknak, személyüknek, emberi politikusi értékeiknek, képességeiknek, valamint az őket jelölő támogató szervezetek céljainak megismertetésére törekednek, és nem tesznek tisztességtelen, ok nélkül személyeskedő és becsületsértő kijelentéseket. Az etikai kódex aláírását a Magyar Polgári Párt nevében Nagy Zoltán polgármester jelölt kezdeményezte. Az etikai kódex megfogalmazásában egyedül egy cél volt előttem, és ennek az aláírásának a kezdeményezésében, és pedig az, hogy egy tisztességes választási kampányt tudjunk lefolytatni, elsősorban a város érdekében is, az a közhangulat, amely ilyenkor előszokott jönni és kiszokott bontakozni. Én azt szeretném, hogyha precedens értékkel az idén másképp és másmilyenről szólna a kampány, azt szeretném, hogyha a választási kampány mindenkinek a saját választási programjáról, a céljairól és a megvalósítási terveiről szólna, és nem az egymás besározásáról vagy alaptalan vádakkal való illetéséről. Nem mellékes az sem, hogy azt szeretném, hogy a jelen választási kampányban a résztvevők, azok a szereplők, akik részt vesznek a választásokon, azok megmaradjanak emberi méltóságukban, és kizárjunk minden olyan alaptalan vádat, amely ebben a személyt illetően, illetve a családot illetően negatívan tudná befolyásolni. Természetesen ez a választási etikai kódex nem zárja ki, és nem is kívántuk a kódex elfogadásával és aláírásával kizárni a véleménykülönbségeket, illetve a különböző vitákat, amelynek megfelelő kereteken belül kell, úgy gondolom, majd lefolytatniunk. Még három párt képviselői írták alá a megállapodást, és elmondták, miért csatlakoznak a kezdeményezéshez. A tiszta és barátságos kampányal értünk egyet, és ezért elfogadtuk a felkérést a kezdeményezők részéről, viszont azt elmondtuk, hogy nem jelenti azt, hogy nem fogunk a város problémáiról beszélni. Tehát a város jelenlegi helyzetéért az eddigi képviselőtestületek a hibások, és ezekről beszélnünk kell. Tehát amikor bemutatjuk a jelöltjeinket, mert rövidesen az is következik, pontosabban kedden, akkor el fogjuk mondani azt, hogy a városgazdálkodás szempontjából, illetve gazdaság és turizmus szempontjából mik a meglátásaink, és ezeket természetesen nem személyeskedéssel, hanem igenis kész érvekkel mondjuk, hogy hogyan lehet a várost fejleszteni továbbiakban. Hát elsősorban azért, hogy egy tisztességes kampány menjen végbe, hogy egymást életébe, főleg a család életünkbe és a magánéletünkbe nem ásszunk bele egymásnak. Úgy gondolom, hogy azért indultam el egy liberális pártnak a színeibe, ami az országot képviseli, hogy mutassuk meg, hogy ennek a városnak el tud indulni a fejlődésen, ami mostanig, én úgy érzem és úgy látom, hogy nem történt meg ebben a városban utolsó 25 éve, mióta a forradalom megtörtént, és reméljük, hogy ha oda kerülnék, mint polgármester, ha még tanácsosnak is, be fogom bizonyítani, hogy az a város
ennek a városnak sok pénzt fogunk lehozni. Acest cod etic pe care l-am adoptat astăzi, de fapt semnatarii care suntem aici prezenți, suntem cu toții de acord că avem nevoie de o campanie electorală curată, fără cuvinte calomnioase, fără injurii, fără nedreptăți la adresa unuia sau altuia. Consider că fiecare partid politic trebuie să-și prezinte programul de campanie în mod corect, în mod deschis, ca să fie adus la cunoștința tuturor alegătorilor. Iar în ceea ce ne privește, Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, susține o alegere democratică atât a primarului cât și a consilierului local. Deci așa că garantăm că alegerile în cadrul Consiliului Local, alegerile locale care vor avea loc pe data de 5 iunie, vor fi din cele mai decente, din cele mai democratice. Și până atunci vom avea o campanie electorală corectă și de bun simț. Az eseményen nem volt jelen a választáson résztvevő két szervezet képviselője, Barti Tihamér, aki az RMDS tanácsos listáját vezeti, nem tudott részt venni, de utólag aláírta a dokumentumot és közleményben megindokolta, miért támogatja az etikai kódexet. Az elmúlt időszakban, miután az RMDS-ből lemondott kollégák más utat választottak, és a Szabad Emberek pártjának színeiben indultak, tettek néhány véleményünk szerint etikátlan lépést. Az addig használt RMDS Gyergyó Szent Miklós című Facebook oldalt arra használják, hogy a másik pártban való indulásukat hirdessék, illetve hogy támadó lejárató kampányt folytassanak az RMDS jelöltjei ellen. Teszik mindezt az RMDS Gyergyó Szent Miklós oldalán. Úgy gondoljuk, hogy minimum etikátlan ez a cselekedet, mint ahogy a viselkedés is. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a választókat nem lehet félrevezetni kisiskolás trükkökkel. Gyergyó Szent Miklós megérdemli, hogy összefogással dolgozzunk érte, ezért vállaltuk az RMDS városi tanácsosi jelöltségét. A széthúzás rombol, az összefogás előre visz, hangsúlyozta Barti Tihamér. Bajkó László, a Szabad Emberek pártjának polgármesterjelöltje érdeklődésünkre elmondta, ő úgy érzi, hogy nem kell aláírja azt az etikai kódexet, amelynek kidolgozásában nem kérték a véleményét. 90%-ban egyetért a benne foglaltakkal, és úgy gondolja, ezek a kérdések iratlan szabályként is kellene működjenek. Elmondása szerint azonban a kódex szűk keretet szab a normális kampánynak, amiben számot kell adni az elmúlt években történtekről, a be nem tartott ígéretekről is. A Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Románia legjobb egyeteme, a világon pedig a 787. helyen van a kutatások relevanciájának, a publikációk minőségének és az online látogatóságának összesítése alapján készített rangsorban, a webometrics.info-n közzétett információk szerint. A Webometrics rangsorolásának készítői több mint 20 ezer egyetemet rangsoroltak szerte a világból. Romániából összesen 108-at, nemzetközileg a Harvard Egyetem az első, a Massachusetts-i Technológiai Intézmény a második, míg a Stanford Egyetem a harmadik. A top 10-be egyébként csak amerikai egyetemek kerültek. Magyarországon az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem a legjobb, világszinten a 365. helyezett. Az Erdélyi Magyarok Egyesülete jóvoltából 97 darab könyvvel gazdagodott a Mindenki könyvespolca, amely a Nikolaj Bölcseszkú utcai Sándorházban található. A könyvespolcról bárki ingyenesen örökbe fogadhat vagy kölcsönözhet könyvet, ugyanakkor, ha akad otthon olyan könyv, amit nélkülözni lehet, azt elhelyezheti a polcon. Bákai Magdolna korábban a Gyergyószent Miklósi Városi Könyvtár vezetője lévén vette fel a kapcsolatot még 2014-ben az Erdélyi Magyarok Egyesületével egy a más településeken már népszerű kezdeményezés kapcsán. A Mindenki könyvespolca mozgalomról van szó. Itt nem bárki vihet könyvet, és nem kell érte semmit sem adnia. Illetve, hogyha valakinek van pluszba otthon egy-két könyve, vagy több könyve, akkor behozhatja és felajánlhatja mások számára. Hát szabadon működik. Elviheti örökbe, elviheti kölcsön, és az a lényeg, hogy ez az egész a közösséget szolgálja, és az embereket szolgálja, a gyergyő embereket. Az Erdélyi Magyarok Egyesülete a Szent József templom szentelés alkalmával 97 könyvet adományozott a Mindenki könyvespolcára, a meglévő közel ugyanennyi kötet mellé, így jelenleg közel 200 kiadvány közül válogathatnak a Nikolaj Bölcseszkú utcai Sándorházba betérők.
Többnyire szép irodalmi művek, technikai könyvek találhatóak a polcon, de vannak például házi olvasmányok is diákok számára. Amennyiben tehát valaki könyvet szeretne elvinni vagy kölcsönvenni, bármikor megteheti azt, és ugyanígy bárki felajánlhat könyveket annak érdekében, hogy a kezdeményezés folyamatosan élhessen. A Figura Stúdió Színház minden évben rendez egy sokakat vonzó fesztivált. A Nemzetiségi Színházak Kollokviuma és a Dance Movement Theater egymást váltva vonza a közönséget. A Tánc és Mozgásművészeti Fesztivál, melyet 2006-ban rendeztek meg először Gyergyószentmiklóson, ezúttal jövő héten 18-a és 22-ek között zajlik. Ennek keretében 5 nap alatt 9 színvonalas előadást láthat a közönség. Ismét felpesdül az élet a Figura Stúdió Színháznál, mely ebben az évadban 6 bemutatóval örvendeztette meg a közönséget. Ezúttal a tánc és mozgásművészet iránt fogékonyaknak szereznek örömet az 5 napos fesztivállal. Szegő Csongor társulatigazgató elmondása szerint a Figura egyik legszerencsésebb döntése, hogy ők adtak helyet ennek az eseménynek. Hát Gyergyószentmiklóson ez alatt az 5 nap alatt, ami május 18-ától 22-ig zajlik majd, olyan táncművészeti kínálat lesz a városban, amire azt hiszem, hogy bármelyik főváros is büszke lehetne. Tehát romániai, magyarországi, francia-magyar koprodukcióban készült kortárs tánc előadások lesznek láthatóak. Világszínvonalú produkciók, országos hírű előadások lesznek láthatók itt Gyergyószentmiklóson. A Tánc és Mozgásművészeti Fesztivált támogatja a Román Kulturális Alap Hargita megye tanácsa, az UNITER, a Magyarországi Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alapítvány, a Bukaresti Táncművészeti Központ és a helyi vállalkozások is. Ráadásul a Figura saját költségvetéséből is tudtak pénzt elkülöníteni erre a célra. Ennek köszönhető, hogy 5 nap alatt 9 nagyon színvonalas előadás lesz látható, melyek közül 5 nagy színpadi. Ebből a kínálatból külön ki szeretnék emelni 2 előadást, de hát végül is minden előadás, amit ide sikerült meghívnunk, ez egy picit a szívünk csücske. Ennek ellenére 2 előadást cím szerint is kiemelnék, az egyik a Frenák Pál Társulat, ez egy francia-magyar nemzetközi táncegyüttes, a Frenák Pál Társulat Birdie című előadása, a másik pedig a Budapesti Tünet Együttes az Éjszaka Csodái című vegyes technikával, videó és koreográfia egymásra játszásából készült nagyon-nagyon újszerű és nagyon izgalmas projektje lenne. A fesztivállal párhuzamosan workshopot is rendeznek immár 2. alkalommal. A jelentkezők ezúttal a Fehér Ferenc magyarországi táncos koreográfus által tartott képzésen vehetnek részt. Fesztivállal párhuzamosan most már 2. kiadása, tehát 2. éve egy nagyon erős képzési részt is tartalmaz a fesztivál. Az szeretnénk elérni, hogy erre a fesztiválra ne csak a tánc előadások nézői, hanem fiatal alkotók, színészek, koreográfusok, bárki, aki a kortárs tánccal hivatásszerűen is foglalkozik, el tudjon jönni, és itt olyan tapasztalatot, olyan tudást tudjon magára szedni, ami munkájában segíti őt. Tehát ezért most már a 2. kiadása egy nagyon erős workshop összetevője is, tehát táncművészeti műhely összetevője is van a fesztiválnak. A jegyek ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej, váltható fesztiválbérlet is mind a 9 előadásra, ennek ellenértéke 100 lej, a diákoknak és nyugdíjasoknak 60 lej. Ezek voltak már a híreink, a folytatásban a Székelykonyha magazin látható. Köszönöm figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra!